2007 óta a Pálinka Lovagrend kezdeményezésére december 6-át a Magyar Pálinka napjaként tartják számon. Szent Miklós többek között a pálinka főzők védőszentje is, így az ünnepnap alkalmával a róla elnevezett kápolnában ökumenikus istentisztelettel, harangavatóval, áldással és szenteléssel készültek az összetartozás pálinkájának megalkotására. Van egy termék, ami a szabolcsi almapálinka, az eredet védettséget tekintve a harmadik volt Magyarországon, ami ilyen védettséget kapott. Az Európai Unióban is élvezi ezt az elsőbséget. És arra gondoltam, hogy mivel egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van 21 kereskedelmi főző, mindenki gyárt szabolcsi almapálinkát, ezt valahogy meg kell alkotnunk az úgynevezett összetartozás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összetartozás pálinkáját, és ezt össze kell kapcsolni azzal az egyházi eseménnyel, ami a Szent Miklósról a pálinka főzők védőszentjéről elnevezett kápolnának a harang felszentelésével egybekötve. Így adódott össze egy rendezvény, két részből áll. Azt gondolom, hogy a kettő az teljesen összefügg a névhasználat miatt is, hogy a kápolnának Szent Miklós püspök a névadója. Egy ökumenikus misézőhelyről van szó, és az meg, hogy mind a három történelmi egyháznak a püspök elfogadta a meghívásunkat, azt kell mondjam, hogy egyedülálló Magyarországon, hogy az, hogy egy magánkezdeményezéshez, még ha alapítványi kereteken belül is történt, hogy egy magánkezdeményezéshez mind a három püspök atya, mondjam azt, hogy az első szóra igen mondott. Pap József elmondta, céljuk, hogy a diplomáciai rendezvényeken és a hazai külképviseleteken is megtalálható legyen a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az újfehértói megypálinka is, ezzel együtt pedig a pálinka egy újabb kiemelkedő exportcikké válhat. Ma arról szól ez a nap, hogy hogyan tud 21 termelő összefogni, hogyan tudjuk Szabolcsnak azt a kiváló termékét, gyümölcsét, ami az alma egy új formában hozni, és hogyan találunk ennek új piaci szegmest. Hiszen legtöbbször mi a problémánk? Az a problémánk, hogyha Magyarország határait átlépjük, jóval nagyobb piaccal találjuk magunkat szembe, ahol sokkal nagyobb árualapra van szükség. Az árualap az bizony mindig homogén, egyforma minőséget jelent, és egy-egy pálinkafőző nem tudja kielégíteni ezt a nagy mennyiséget. Viszont, hogyha mindenki összefog a megyében, akkor Szabolcsi Alma pálinka néven egy olyan új ital kerülhet a polcra, olyan új pálinka kerülhet akár a külföldi fogyasztók kezébe, amely bizony megfelelő árualappal, megfelelő minőséget tud szolgálni. Az agrárminiszter hozzátette, előremutató, hogy össze tud fogni 21 termelő, és közösen olyat képesek alkotni, ami ennek az ágazatnak a jövőképét is megmutatja. A rendezvényen ezt követően összetöltötték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei összetartozás pálinkáját, ehhez a megye 21 kereskedelmi pálinka főzdéje 2-2 liter saját főzésű almapálinkát ajánlott fel, melyel később pohárköszöntőn kocintotta mindannyian az ágazat jövője érdekében, ezzel is kifejezve az összetartozást. Összetartozunk, egy nemzet vagyunk itt a Kárpát-medencében. Az a meggyőződésem, hogy a hagyományainkban ez a legmélyebben illeszkedik. Örömünkben és bánatunkban kocintunk egy pohár pálinkával. Én hiszem, hogy ez a mai nap ez az öröm. Ez a mai nap öröm arra, hogy együtt vagyunk, hogy nem csak külön-külön megiszunk egy pohár pálinkát és kocintunk vele, hanem a pálinka előállítók is összeöntik, és azt mondják, együtt vagyunk, egységesek vagyunk, egy irányba haladunk, ezért különösnek az a mai. A rendezvényen elhangzott, az összetartozást fejezi ki a Szent Miklós kápolna előtt állított harang is, melyet Székelyudvarhelyen öntöttek. A harangláb faanyag a Kárpátaljáról származik, melyeket hazai szakemberek ácsoltak össze, és amelyet három történelmi egyház is megszentelt és megáldott.